Miután az előző részben bemutatott módszer alapján elindítottuk a Projekt Navigátor alkalmazást, most itt az idő, hogy létrehozzunk egy új projektet, és elvégezzük a megfelelő beállításokat ahhoz, hogy a Basis 2-es fejlesztő lapon található Spartan 3E típusú FPGA-t használhassuk. Nevet adtunk a projektünknek, aritmetikai áramköröket fogunk ma tervezni. Megadjuk az elérési útvonalat. Feltétlenül a merevlemezre mentsük a projektünket. És az elvégezendő beállítások a FPGA család típusa Spartan 3E, az FPGA XC3S100E vagy XC3S250E, a tokozás CP132, a speed grade az -4. A szintézist XST-vel végezzük, és a szimulációt pedig az eSIM szimulátorral. A hardware leíró nyelv a VHDL hardware leíró nyelv. Itt láthatunk egy rövid összefoglalót a beállított paraméterekkel, és létre is van hozva a projekt. A projekt beállításait itt is láthatjuk, illetve a Design Properties ablakban módosíthatjuk.